Hát folytatnám onnét, hogy ott fejeztük be az előző részben, hogy Jézus Krisztus azt mondja két külön részben, a tanítványoknak arról beszél, hogy kétféle nyomorúságos időszak lesz. Az első időszakban, amikor általánosságban békétlenség lesz, de felszínen azért mégis béke, egy relatív béke lesz a felszínen, és úgymond imittam, ott történnek lokális háborúk országok között, mint ahogy ezt láthatjuk ma az Egyesült Államok hadserege, Illuminati hadsereg és a NATO haderők próbálják elfoglalni a föld utolsó országait, akik még nem csatlakoztak az Illuminati uralkodáshoz. Tehát láthatunk betegségeket, ugye láttuk az utóbbi években a madárinfluenzát, disznóinfluenza, stb. Stb. És azt mondja Jézus Krisztus erről az időszakról, hogy ezek a sok nyomorúságnak kezdetei, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy de ne rémüljetek meg, mert ez itt nem a vég. Tehát Jézus Krisztus nem azért mondta ezt, hogy a világ végét vároknak válaszolva azt mondja, hogy ne féljetek, mert itt nincs világvége, hanem arról beszélt, hogy a nyomorúság kezdetének itt nincs vége. Tehát egy másik helyen pedig arról beszél Jézus Krisztus, hogy miután a nyomorúság ideje át fog váltani a nagy nyomorúság idejével, akkor azt mondja Jézus Krisztus, hogy mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után az ég elsötétül, a nap bevonja a fényét, a csillagok a földre hullanak, és stb. Stb. És azt mondja, hozzáteszi Jézus Krisztus, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, akkor senki sem, még a választottak sem élnék túl. Más helyen Jézus Krisztus azt mondja erről az időszakról, hogy olyan nagy nyomorúság lesz ez az időszak, amilyen még nem volt azóta, amióta ember kezdett lenni a Földön. Ezt megerősíteni látszik a János jelenésekben található, a filadelfiai gyülekezetnek írt levélben az egyik igevers azt mondja, Jézus Krisztus a filadelfiai gyülekezetnek, ugye tudjuk, hogy ez egy keresztény korszakot jelöl, azt mondja Jézus Krisztus, hogy mivel, hogy megtartottad az én béketűrésre intő beszédeimet, én is megtartalak téged a nyomorúság, a megpróbáltatás idején, amely eljön a Földre, hogy megpróbálja a Földön élő embereket. Tehát látható világosan, hogy a rothschildista teológusok, akik a keresztény tanokra szakosodtak, és ezekből hoznak létre, kreálnak Antikrisztus szellemtől indítatva különféle teológiákat, amellyel megnyugtatják, meg akarják nyugtatni és passzivitásba akarják terelni az Isten kereső jóhiszemű embereket. Hát ők azt az elméletet találták ki, hogy a Szentlélek kivétetik a Földről, és az egyházzal együtt a szent lelket elragadja Isten, és magára hagyja az egész világot, az egész emberiséget a nagy pusztításba, vagy pusztítsák el önmagukat. Ez egy meglehetősen ördögi tanítás, ami látszólag a felületesen vizsgálódók számára elfogadható és bizonyítható, de tulajdonképpen, ha valaki ismeri az Isten természetét és az Istennek a munkáját az egész emberi történelem során az ember teremtésétől kezdve az utolsó 1000 év végéig, azoknak fel kell ismerniük azt, hogy Isten sohasem hagyta magára az embert a Földön, és egyetlen generációban sem, egyetlen katasztrófa idején sem, egyetlen korszak, emberi korszak lezárásában sem. Ezt meg lehet nézni, hogy például Noé esetét említve, amikor az emberek különösen feslettek voltak a lelkiismeret korszakában, nem voltak írott törvények, és az emberek írott törvények nélkül az önmagukban felállított erkölcsi normák szerint értek, de ez megbukott, mert az emberben nem létezett semmiféle erkölcsi norma, tehát nem volt semmiféle szabályozás, ezért mindenki azt csinálta, amit akart. Ezért Isten ezt a felfoghatatlan nagy istentelenséget és gonoszságot, amiben az ember élt és alkotott,
ezt le kellett az Istennek zárnia, de még mindenek ellenére Isten még mindig a kegyelmét kínálta fel az akkor élő emberek és generációk számára, ugyanis Noét bent tartotta családjával, heted magával ebben a korban, ebben az időszakban, egészen az utolsó esté, utolsó éjszakáig, amikor is azt mondja az Isten, hogy és akkor Isten bezárta a hajó ajtaját, és kívül maradtak azok, akik nem hittek. Tehát tulajdonképpen ebből is lehet látni, hogy ahogyan a Noé időszakában, úgy a mi időszakunkban is, az Antikrisztus uralkodása alatt is, és a nagy nyomorúság ideje alatt is Isten felkínálja továbbra is a kegyelmet az emberiségnek, és éppen ezért nem lesz elragadtatás a nagy nyomorúság előtt, és a sok nyomorúság előtt, mivel hogy továbbra is lesznek emberek, akik semmit sem tudnak a világon folyó eseményekről, és felvilágosításra szorulnak, hogy ezáltal tudatosan döntést tudjanak hozni, elhatárolva magukat az illumináti világrendszertől és az illumináti által létrehozott ákeresztényi vallásrendszerektől. Tehát Istentől ez gonoszságnak tűnne, önzésnek tűnne, hogyha hagyná, hogy az utolsó korszakban is az emberek magukra maradjanak. Ezt a teóriájukat a cionista Rothschild Behrendt álprédikátorok és illumináti teológusok arra hivatkozva mondják, amikor is Pál apostol beszél az Antikrisztus megjelenéséről, akkor is azt mondja, azt írja Pál apostol, hogy amikor megjelenik a törvénytaposó, és beül az Isten templomába, Istenként imádtatva és tiszteltetve magát, akkor azt mondja, hogy nem jön el az addig, amíg meg nem történik a nagy szakadás. Más esetben pedig azt mondja Pál apostol, hogy nem jelenhetik meg addig, mindaddig, amíg aki azt visszatartja, el nem tolatik az útból. Tehát ezekre az igékre hivatkozva ad most az illumináti kereszténységet a Rothschild-féle cionista álteológus szabadkönyvesek, hogy semmi gond, Istennek megvan a terve, mielőtt jön a baj, ki fogja ragadni a népét, és mint egy hajó kirándulásra elutazik az ember, megúszva minden problémát, a többieket pedig a vörös tenger fogja körülvenni és megemészteni. Tehát ez egy teljesen istentelen és semmiféle szeretetet nem tükröz és megmenteni akarást az Istennek a saját személyiségéből. Ez a Lucifernek és a feslet emberi természetnek a koholmánya, ugyanis az ember önmagában véve ilyen. Tehát erről lehet fölismerni a szabadkönyves tanítókat és a szabadkönyves illuminátistákat, hogy csak én meneküljek meg, és mögöttem minden összeomolhat, erről szól az egész, csak én, az önzés. Az első pillanattól az utolsó pillanatáig ezeknek a teológiák mindig az önzés szerepel. Isten ki van belőle zárva. Hát Isten nem fogja kivenni a népét, ahogy Jézus Krisztus is imádkozott, hogy nem azt kínálom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben. Miért? Nem azért, mert Isten egy szadista, hogy mindenféle nyomornak akarja kitenni az övét, hanem Isten felszeretett volna nevelni, és felszeretne nevelni továbbra is olyan generációkat, akik ismerik őt teljes valóságosságában, hogy pontosan milyen az ő jellemvonása, és az emberek az ő hozzáfűződő szeretet által részt kívánnak venni az Isten munkájában, és másokat meg szeretnének menteni és felvilágosítani arról a hatalmas csalásról és szemfényvesztésről, ami folyik a kereszténység nevében. Tehát ez miatt le kell szögeznünk, hogy ez a teória, ez nem Istentől való. Amikor az írás azt említi, hogy az Antikrisztus visszatartó valaki vagy valaminek el kell tolatnia az útból, tehát nyilvánvalóan már a kifejezés is, hogy félre kell tolatnia, tehát ez egy erőszakos cselekményre utaló kifejezés, nem pedig egy neutrális vagy egy semleges eseményre utaló kifejezés, ami szépen csöndben elosonunk kategóriába tartozik, hanem azt mondja, hogy el kell tolatnia. Tehát nyilvánvaló, hogy nem Isten fogja eltolni ezt a
valamit, mivel hogy Isten maga szeretné visszatartani az Antikrisztus megjelenését, de a világ feslettsége, az emberek bűnei és a keresztények, az álkeresztényeknek a bűnei és a vezetőiknek a bűnei ezt vonják ki Istentől, hogy Isten úgy döntött, hogy nem tartja tovább vissza. Ugyanúgy, mint ahogy a zsidóság, az eredeti sémitai zsidóság Jézus Krisztus idejében összeházasodva a babiloni luciferiánizmussal, az erkölcstelenséggel hatalmába került az írástudóknak, a papoknak, akik Babilonban felvett orgiák és egyéb más istentelenségek, amit most nem szeretnék nevén nevezni, mert borzasztóan gonosz dolgok. Tehát ezekben hajtották bele az Izrael népét, hogy tudva azt, hogy akik ezt cselekszik, azok az Isten ellenségeivé válnak, ezért így fönn tudták tartani a sátán számára az egész társadalmat. Ezt Isten nem akarta hagyni, lezárta azzal, hogy Izrael árasztotta, nem tartotta tovább vissza a rómaiakat, Izraelre árasztotta, és a felbőszült római seregek Titus vezetésével majdnem, hogy csak teljesen kiirtották az akkori zsidóságot. Valószínűleg sok beszámoló szerint csak Júda és Benjamin törzséből maradtak meg néhányan, azokon kívül, akik nem hagyták el az akkori Palesztina területét, többiek pedig, akik életben maradtak, azok szétszóródtak a világ többi országában. Tehát ennyit az úgymond eltolatásról. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy az Illuminati világbirodalom még mielőtt az Antikrisztus beiktatnák, működni fog, és ez nem kívánatos dolognak tekinti az illegalitásban föld alatti mozgalomként működő valóságos kereszténységet. Nyilvánvalóan üldözés kezdődik, és ugyanakkor, ahogy ez már megtörtént többször az emberi történelemben, a nagy történelmi egyházakat bevonva ebbe az üldözésbe, a nagy történelmi egyházak és illumináti mozgalmakban megmaradt vallásos farizeusi lelkületű emberek, akiket sikerült annyira agymosni, hogy feltett szándékuk lesz, hogy tűzzel-vassal írtsák azokat, akik ők közülük kivonultak ebből a babiloni illumináti álkereszténységből, ezért bosszúból ők írtani fogják, és erre mondja a Pál apostol azt, hogy azokban az időkben lesznek, akik azt hiszik, hogy isteni tiszteletet cselekszenek, akik titeket öldökölni fognak. Tehát erről fog szólni az eltolatás. A nagy szakadás pedig a hittől való elszakadás, amiben élünk a mai napon tulajdonképpen. A nagy kiáramlás történik ezekből az illumináti szabadkőmesek által vezetett álkeresztény mozgalmakból, ugyanis sokaknak elegük van abból a festettségből, abból az istentelenségből, ami ezekben a mozgalmakban működik, és ezek a jó érzésű emberek, akik valójában csak áldozatai ennek a hatalmas becsapásnak, amiatt, hogy naívak voltak és hiszékenyek, de tulajdonképpen ezek az emberek zöme nagy mértékben őszinte szívvel istenkereső ember volt. Tehát ők hozzánk hasonlóan, akik már megtettük ezt a lépést, hogy kijöttünk ebből a babiloni okkult feslett álkeresztényi mozgalomból, tehát hozzánk hasonlóan még a nyomorúság idejének, amikor átvált a nagy nyomorúság idejére, akkor még nagyobb lesz az a kiáramlás, amit ezúttal már az Illuminati nem fog tudni visszatartani, tehát nem lesznek új eszközeik arra, hogy agymosásokkal különféle új felekezeti vagy álkeresztényi mozgalmakat hozzanak létre, az, hogy történt a katolicizmus idején, amikor is a katolicizmusból kiáramló emberek számára létrehozták ezeket a protestantistának látszó álfelekezeteket, amit szintén ők kreáltak csak azért, hogy az emberek ne kerüljenek ki, az istenkereső emberek az ő fennhatóságuk arról, hanem egy újabb csapdába, egy újabb skatujába betéve őket, további kontroll alatt tartsák őket is, továbbra is kihúzzák belőlük a pénzeket az illumináti rendszerek finanszírozására. Itt megállnék, és a következő részben folytatom. Köszönöm mindenki figyelmét!